Fényes napokra várnak mindenkit Máté Szalkán. 130 évvel ezelőtt ugyanis nagyjából ezekben a napokban kapcsolták fel az első utcai világítást Máté Szalkán. Jó estét kívánok, köszöntöm Máté Szalka polgármesterét, Hanusi Péter urat. Annyira érdekes volt számomra, amikor olvasgattam, hogy New Yorkban is ugyanakkor kapcsolták fel ezt a bizonyos lámpát. Tehát azért ilyenkor dagad a magyar ember melle, hogy mégsem vagyunk annyira lemaradva, sőt, már akkor sem voltunk annyira lemaradva. Büszkék erre a Máté Szalkaiak? Először is kezét csokolom, köszöntöm a kedves nézőket is. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, és hát igen, ez egy világra szóló technika történeti esemény gyakorlatilag, hogy egy kicsit tovább borzoljam a kedélyeket, ezzel mondjuk pontosan 5 évvel előztük meg az akkori fővárost, Pest, Budát. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy 130 évvel ezelőtt valóban úttörő volt valamiben Máté Szalka, és ezt minden évben a fény ünnepén, a Máté Szalkai fényes napokon ünnepeljük meg egy 3 napos programsorozat keretében. Ugye 2003-ban volt talán az első ilyen jellegű fesztivál, vagy a 2000-es évek elején. Hát azóta jó pár év eltelt, és hát ilyenkor azért a név kötelez, tehát illik egyre izgalmasabb, egyre színesebb, egyre fényesebb programot szervezni. Mitől lesz különleges az idei programsorozat? Így van, tehát az a jelszavunk, hogy vissza nem lépünk soha, mindig egy kicsit szebb és mindig egy kicsit jobb a fényes napok. Gyakorlatilag eleinte ugye 2 napos rendezvénysorozat volt ez, most már 3. éve 3 napos a rendezvénysorozat. Visszatérve még egy picit arra, ezt mindig nagyon szeretem elmondani. Ezelőtt 3 évvel egy teljes fordulat állt be a gondolkodásunkban. Nyilván ez az új képviselőtestületnek is köszönhető, mégpedig azért, mert mi teljesen komolyan gondoljuk azt, amit már körülbelül, ahogy említette is, 20 éve mondtak, hogy Máté Szalka a fényvárosa. Na most mi azóta azt mondjuk, hogy ez a lényege az egésznek, hogy mi vagyunk Máté Szalka a fényvárosa és Hollywood bölcsője. És mi azt is mondjuk, hogy nem csak azért a fényvárosa Máté Szalka, mert 1888-ban először felgyulladt a közvilágítás a mai Magyarország területén Máté Szalka utcáin, hanem azért is, mert ezt a várost belengi Isten fénye, a szeretet fénye, a vendégszeretet fénye, a barátság fénye, minden, ami szép, minden, ami jó, minden, ami pozitív. Na most ezt a fényt, ami a mi szívünkben és lelkünkben van, Szatmár fővárosában, ugye Máté Szalka Csonka Szatmár fővárosa volt az 1920-as években, szóval ezt ilyenkor tudjuk igazán megmutatni a Máté Szalkára látogatóknak, és épp ezért is már nem volt elég a 2 nap, 3 napossá fejlesztettük ezt a programsorozatot, és tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki megtalálja azt a programot, ami különlegessé teszi a rendezvényt. Említett a polgármester úr, ugye a Hollywood bölcsőjét, ezt Tony Curtis miatt van ez a bizonyos kötődés, vagy kapcsolat? Csak egyrészt Tony Curtis, csak a ráerősítés, ugyanis kevesen tudják, de most már főleg Máté Szalkának köszönhetően, hál' Istennek egyre jobban, hogy Hollywood legrégebbi és máig legnagyobb filmstúdióját, a Paramount Pictures-t, azt Cukor Adolf nevezetű Máté Szalkán tanulmányait végzett, és Máté Szalkáról Hollywoodba távozott, Los Angelesbe érkező fiatalember alapította, aki ugye Hollywood örökös elnökeként halt meg, tehát a filmstúdiók elnökei ezzel a tiszteletbeli címmel illették Cukor Adolfot, és gyakorlatilag ő nagyon sokat beszélt Máté Szalkai iskolai éveiről, tehát Cukor Adolf Máté Szalkai vonatkozása alapozza ezt meg, és Tony Curtis pedig ugye, akinek a szülei Máté Szalkáról származtak el, kvázi ezt tovább fejleszti, ezt a képet. Egyébként most egy turisztikai nagy projektben vagyunk éppen benne. A jövő év közepére ezt egy Tony Curtis kávéházzal, ahol eredeti Tony Curtis relikviákat, amit az özvegy ajánlott fel a városnak, szintén meg lehet majd nézni, meg lehetne csodálni, illetve lesz egy Cukor Adolf filmtörténeti kiállítás is, ami ennek állít majd emléket. De visszaugorva a fényes napokra, talán, hogyha ki kellene emelnem belőle valamit, hogy mi a fényes napoknak a lelke,
akkor ez pénteken 24-én a fényes felvonulás. Uh-huh. A fényes napok, illetve a város egyik legfontosabb jelképe Bíró Lajos Máté szakai szobrászművész alkotása, a Mécses tartó fiú. És ezt egy csodálatos ünnepségen, egy megkomponált ünnepségen életre keltjük. A fiú, akit aztán életre keltettünk is, aki átadja a város vezető mindenkori polgármesterének a fényt, ami a szívünkben van. Ezután egy 10000-es menettel megyünk a Kossuth térről, a történelmi Kossuth utcáról, végig a városon a polgármesteri hivatal, illetve a színház előtti térig. Ez egy végtelenül látványos történet. El lehet azt képzelni, amikor 10000 ember magával hozza világító alkalmatosságait, fáklyákat osztogatunk, és miután ez a, úgymond ez a nagyon fennkölt ceremónia lezajlik a nagy színpadon, és utána a Mécses tartó fiút végig kísérjük ezen a felvonuláson a város közepéig. Ez egy végtelenül hangulatos valami, utcai élő szobrokkal, gólyalábasokkal. Ez az talán, ami az egésznek a lelkületét adja. Ez igazából nem is a vendégeknek szól, lehet így fogalmazni, az odalátogatóknak, hanem ez főleg a Máté szalkajaké. De hát azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább, egyre több százan, több ezeren látogatnak el erre a rendezvényre, és épp ezért ennek nagyon-nagyon örülünk. Én úgy gondolom, hogy sokan, akik elszármaztak Máté szalkáról, ilyenkor visszamennek, és ez az a fény, ami újra és újra megerősíti azt a szeretetet a Máté szalkaiakban, hogy tényleg olyan híresek legyenek a vendégszeretetükről, hogy jó legyen oda elmenni. Polgármester úr, már csak egy olyan címet kérek, ahol utána tudunk nézni a koncerteknek, meg az előadásoknak, mert nagyon sok program van, és sajnos az időnk elfogyott, hol tudunk tájékozódni esetleg a neten. Máté Szalka honlapján www.mátészalka.hu, illetve nyilván a Máté Szalka Város Önkormányzatának a Facebook oldalán is az összes programot megtaláljuk. Ahogy mondtam, háromnapos rendezvény. Az első nap kifejezetten a fiataloknak szolgál, hogy minden generációt kiszolgáljunk. A következő két nap pedig nagyon-nagyon gazdag programkínálattal. Szintén azt gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret. Köszönjük szépen!